Jó estét kívánok, Önök a Mély Magyart látják. Szervus. Esztergom volt polgármestere, amúgy Fidesz országgyűlési képviselője. Tavasszal azt kell mondjam, fölényesen győztél. Október 3-án pedig elég látványosan elbuktad, 10 év után. Mi történt április és október között? Azt gondolom, hogy április és október között semmi. Igazából nyugodt időszak volt. Maga a kampány is nyugodt időszak volt, egy aljas fotókkal operáló támadástól eltekintve. Azokat a rágalmakat, hazugságokat ismételték a kampányban is, amiket korábban már nagyon sokszor elmondtak az ellenségeim, ellenfeleim. Azért mondok ellenségeket, mert ezek között, az emberek között bűnözők is vannak, házfelgyújtók, vagy olyanok, akik éppen gyilkosságot, lelövésemet szervezik, vagy képviselői helyeket akarnak megvásárolni, tehát millió forintokkal akarnak megfesztegetni képviselőtársakat a testület feloszlatása érdekében. Tehát igazi bűncselekménnyel operáló szembenoldal támad engem most már évek óta. Az ő hazugságaik ismétlődtek, csak új dolog nem került elő a kampányban. Tamás, van-e arról valami elképzelésed, vagy ötleted, vagy netán valami ténybeli anyagnak a birtokában vagy, hogy miért pont te, és miért pont Esztergom? Esztergom ennyire fontos hely az MSZP-nek, meg ennek az egész általuk mozgatott időnként ilyen félvilági, vagy félalvilági, vagy teljesen alvilági körnek, vagy te vagy valamiért konkrétan Medgyes Tamás akkora szálka a szemükbe, hogy tényleg évek óta pénzt, paripát, fegyvert és módszert nem kímélve úgy döntöttek, hogy bármi áron téged eltüntetnek? Hát, vannak bizonyos ötleteim. És akkor nyilván ezek szerint az volt a te külön pehjed, hogy ebben a városban voltál polgármester. Bánatos célpont a rablóhordáknak és a csőcseléknek, azon túl pedig az, hogy én azért harcos fideszes vagyok, és mindenért, amit a Fidesz az elmúlt években képviselt, megjelenített, én konfliktusokat vállaltam, ha kellett. Azaz nem kompromisszumokkal, hallgatással, túléléssel, hanem kiállással próbáltam képviselni az embereket. És lehet, hogy ez ma nem kifizetődő magatartás, de nem szeretném másképp csinálni, ha újra kezdhetném. A célpont a rablóhordáknak és a csőcseléknek, azon túl pedig az, hogy én azért harcos fideszes vagyok, és mindenért, amit a Fidesz az elmúlt években képviselt, megjelenített, én konfliktusokat vállaltam, ha kellett. Azaz nem kompromisszumokkal, hallgatással, túléléssel, hanem kiállással próbáltam képviselni az embereket. És lehet, hogy ez ma nem kifizetődő magatartás, de nem szeretném másképp csinálni, ha újra kezdhetném. Vagy túl hosszú évek kitartó munkájával az MSZP és az általa mozgatott körök végül is sikerre vitték ezt a karaktergyilkos kampányt? Hát ez így van, a karaktergyilkosság az sikerült, most éppen az folyik harmadika óta, hogy már a földön fekszem, de még a nyakamat elnyiszálják, hogy nehogy véletlenül valaha is föl tudjak állni. Hogy Medgyes Tamás, mint ember alkalmatlan. És a személyiségemet, azt, hogy milyen családapa vagy férj vagyok, hogyan viszonyulunk a törvényességhez, mennyire tartom be a rendet, mint ember, vagy hogy hogyan bánok más emberekkel, milyen stílust képviselek, ami mondjuk azt állítják, hogy elfogadhatatlan, arrogáns, stb. Ezeket a tulajdonsági jegyeket próbálják rámaggatni, és úgy tűnik, hogy sikerült is. Én azért harcos fideszes vagyok, és mindenért, amit a Fidesz az elmúlt években képviselt, megjelenített, én konfliktusokat vállaltam, ha kellett. Azaz nem kompromisszumokkal, hallgatással, túléléssel, hanem kiállással próbáltam képviselni az embereket. És lehet, hogy ez ma nem kifizetődő magatartás, de nem szeretném másképp csinálni, ha újra kezdhetném. Az utóbbi évtizedek érték nélküli nihilista baloldalának a gyűlölet koalíciója vagy kampánya. Olyan sok kérdés, de
azért elég fontos. Sikerült, rendben van. De ugyanakkor meg azt kell mondjam, hogy mégse sikerült. Hát 10 egyéniből 10-et nyertünk. Egyéniben még te is megnyerted a választást, mint képviselő. Most ott van Tétény Éva, hurrá, ő az új polgármester, és ott van a fideszes testület, amit te irányítasz. Mit most? A sok hűhó semmiért klasszikus esete. Hát mi a frászt fognak csinálni? Hát ugyanúgy az fog történni, amit a Fidesz frakció akar.